Jó reggelt kívánok! Önök a Pax TV csendes percek adását látják a házasság hete ünnepén. Ma együtt adni hálát témakörben szeretnénk egy kicsit bátorítani magunkat, önöket. Mindenekért hálát adjatok, hangzik az ige felszólítása. A hála nem más, mint felismerése annak, hogy valaki tett valamit értünk. A hála egy olyan köszönet, amiért csak ezt tudjuk adni. Semmi más nem tudunk adni, csak megköszönjük, hálát adunk. Aztán később tanuljuk meg azt, hogy nem csak a megtörtént, vagy a hátunk mögött lévő dolgokért adunk hálát, hanem azokért, amik előttünk állnak. Házastársként nincs felfrissítőbb, mint rájövünk ennek a nagyszerű hálaadásnak a gyakorlására, gyakorlatára, és ebben szeretnénk egy pár dolgot megosztani, hogy miért is fontos, hogy miért lehetőség, nagyszerű lehetőség a hálaadás közösen. Ugye visszatekintve könnyű hálát adni, összeszámolni az áldásainkat, és amikor ezt tesszük, hogy mondjuk egy nehéz helyzet közepén az áldásokra emeljük a tekintetünket, akkor tulajdonképpen az történik, hogy a hálaadáson keresztül az Isten kitágítja a látókörünket. Addig, amíg a nehézség az mindig beszűkít, az mindig érzelmileg megterhel, és arra irányítja a fókuszt, hogy itt van előttünk ez a probléma, ez a megoldhatatlan helyzet, addig a hálaadással kitágul a látókörünk, és mást is látunk. Látjuk azt, hogy jó, lehet, hogy egy nehéz hét van mögöttem, de ma is felkelt a nap, ma is énekelnek a madarak, vagy ma is ott van mellettem a társam, örülhetek a gyerekeimnek, hálát adhatok a családért, hálát adhatok egy csomó minden dologért. A hálaadás gyakorlatilag bekapcsolja Isten a helyzetbe, és Istenre segít emelni a tekintet. Akkor is, hogyha egyedül tesszük ezt, de akkor is, hogyha a házastársunkkal együtt. Ugyanis a hála a szíveket köti össze. Ha egyedül adok hálát, akkor az Istennel köt össze. Ha ketten tesszük ezt, vagy akivel tesszük, a mi szíveinket is összeköti, és nincs annál nagyszerűbb dolog, amikor a házasságomat úgy erősítem, hogy a mögöttem lévő dolgokért, vagy az előttünk lévő kihívásokban is hálát tudok adni azért, hogy mindaz, amit én már nem látok előre, az Isten kezében van, és ő maga idejében megteszi azt, amit kérek. És a hálaadás egyfajta mérföldkő is. Olyan, mintha letennénk emlékoszlopokat, és végig mennénk ezeken a mérföldköveken. Az egyik házassági évfordulónkon, ha jól emlékszem, talán a 20. házassági évfordulónkon azt úgy ünnepeltünk, hogy Budapestről kikerékpároztunk Szentendrére, de egy csomó helyen megálltunk, és mindig, ahol megálltunk, leültünk egy padra, és elkezdtük végig gondolni a házasságunk első 5 évét. Mi minden történt? Milyen áldásokat kaptunk? Milyen nehézségeken vitt át az Isten bennünket? És mint ilyen emlékköveket hálaadással letettük, és fantasztikus visszagondolni. Ez volt azt hiszem az egyik legszebb házassági évfordulónk, amit egy hálaadással töltöttünk. Jó volt az, hogy közben egyébként kitekertünk Szentendrére is, visszajöttünk, és ott elfogyasztottunk egy ünnepi ebédet is, de a hála egyfajta ünneplése is annak, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, hogy nem hagyott magunkra, hogy velünk volt. És főleg azok, akiknek már egy hosszabb történetük van, közös történetük van, annyi mindenért adhatunk hálát. Néha nehéz is visszaemlékezni, mi is volt abban az évben, tényleg mi történt velünk. De hogyha összegyűjtjük ezeket, nagyon megerősíti a hitünket, és reménységet ad a jövőre nézve is, hogy az, aki eddig velünk volt, a következő években vagy évtizedekben sem fog magunkra hagyni. Aztán, ha gyakoroljuk, akkor a hálaadást, akkor a hálaadásnak van egy olyan magas iskolája, amely nem a logikára épül, hanem az Istennek az ígéreteire. Szabad azokért a dolgokért is hálát adni, ami nehézségként, próbaként, betegségként, megoldhatatlan tényként vagy feladatként tornyosul elénk, és ha a kéréseinket hálaadással tárjuk az Isten elé, ez is Isten felé való hitünk, és a kettőnknek a kapcsolatát is erősíti.
És lehet, hogy a mindennapok rohanásában nincs arra idő, hogy most számot vessünk, de így a házasság hetének a vége felé, a hétvégén talán azért mégis ki tudunk szorítani mondjuk fél órát, hogy visszatekintsük az elmúlt évre, és hálát adjunk azokért a dolgokért, amiket akár anyagiakban, fizikaiakban megtapasztalhatunk, akár érzelmiekben, a családunkban, a házasságunkban átélhetünk, akár szellemiekben az Úrtól kaphatunk. Fordítsunk erre időt ezen a hétvégén. Adjunk együtt hálát azokért az áldásokért, amiket együtt élhetünk át a házasságunkban, a családunkban, a személyes életünkben.